Most először lépett a tárgyalóterembe, pedig már majdnem 4 éve zajlik a büntető ügye a pécsi független önkormányzati képviselőnek. Fodor Ibolya nem engedte, hogy a tárgyalóteremben mutassuk az arcát. A bíróság most egyebek közt költségvetési csalásban mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság a vádlottat halmazati büntetésül 400 napi tétel pénzbüntetésre 1 év foglalkozástól eltiltásra ítéli. A pénzbüntetés egy napi tételének összegét 2000 forintban állapítja meg. Édesapádat is üdvözölj! Fodor Ibolya az elítélt képviselő. 2014-ben sértegette az RTL híradó riporterét, miután önkormányzati képviselőnek választották a Fidesz jelöltjeként. Akkor azután kértünk tőle interjút, hogy hazaárulónak nevezte a kormány ellen tüntetőket. Később az is kiderült róla, hogy 2003-ban sikkasztás miatt felfüggesztett börtönre ítélték. Riporterünket akkor is szidalmazta, amikor megkérdezte tőle, hogy miért fenyegetett meg egy kommentelőt, aki egy róla szóló hírhez szólt hozzá. Annyira tehetségtelen kis majom vagy, hogy ez telik ki tőled, hogy engem zaklass. A botrányok miatt a város polgármestere lemondásra szólította fel, de nem adta vissza a mandátumát, csak kilépett a Fidesz frakcióból. Azóta független képviselőként politizál. A mostani peréről betegségére hivatkozva maradt távol, ezért 4 évig húzódott a költségvetési csalás miatt indult ügy. Az egyik pécsi panelháza tucatnyi közül, amelynek a takarítását Fodor Ibolya cége végezte. Mindenhol megkapta a pénzt az elvégzett szolgáltatásért, de a bevételnek csak egy részét szerepeltette a bevallásaiban, így több mint 3 millió forinttal kevesebb adót fizetett. Az ítélet meghozatalakor enyhítő körülményeket is figyelembe vettek. A bíróság a jelentős időmúlás és a vádlott megromlott egészségi állapotára tekintette enyhítő szakaszt alkalmazott. Fodor Ibolyát csak a cégvezetéstől tiltották el, a képviselőségről nem kell lemondania. A bíróság ítéletét az ügyész és a vádlott is tudomásul vette, így az ma jogerőre emelkedett. Marton Ferenc, RTL Híradó, Pécs.